Törökország és Dubaj. November és április között mások mellett ezek a téli szezon legnépszerűbb célpontjai, de nem csak a tél elől menekülők adják egymásnak a kilincset ebben az utazási irodában. Januárban és februárban vannak ugyanis a legnagyobb előfoglalási kedvezmények, mondta el Bicsér Dirita. A szakember azt tapasztalja, hogy akik rendszeresen utaznak, gyakran élnek az előfoglalás lehetőségével, hiszen tudják, hogy egy-két hónap múlva ugyanazok a szállások és utazások már sokkal magasabb összegbe kerülnek. Ez esetenként akár 30%-os árkülönbséget is jelenthet. Vannak azok a családok, ahol sok gyermek van. Tehát gondolok itt arra, hogy 3-4 gyermek is van a családban, és anyagilag természetesen megtehetik azt, hogy utazzanak. Ők évek óta tudják azt, hogy ilyenkor le kell foglalni a szálláshelyeket, hiszen az a szobatípus, amit ők választanak, ugye ez a családi szobatípus, ahova be tudnak menni 5-6-an, adott esetben, abból minden szállodában kevés található, és éppen ezeket ilyenkor már le kell foglalniuk. A szakember szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ugyanazok az úti célok népszerűek, mint az ország többi részén. Ami Magyarországon trend, az nálunk itt a megyeszéken is trend. Tehát értem ez alatt azt, hogy mondjuk repülős utazásokban ugye az első helyen évek óta Törökország és Görögország áll. Ez itt a megyeszéken is abszolút ugyanígy van. Vagy például, hogyha egyéni közlekedésben gondolkozunk, ugye a magyarok egyénileg legtöbbet Horvátországba utaznak, ez nálunk is ugyanígy van. Tehát én az országon belül nem tudok olyan nagy különbséget tenni, ami a mi megyeszékhelyünkre vonatkozna. Bicsér Dirita hozzátette, a last minute utakkal egyre kevésbé érdemes számolni, mivel a koronavírus hatására megváltozott a turisztikai piac. Régen a Covid előtt ugye mindenki számolt arra, hogy last minute utak, ugye ezek az utolsó pillanatban megmaradt helyek. Ugye most a Covid után egy kicsit átrendeződött a turisztikai piac is hasonlóan sok más piaci szegmenshez, és ugye ezeket már a tavalyi évben is láttuk, hogy nem nagyon vannak már last minute utak, illetve hogyha valami marad is, ilyen utolsó pillanatos akcióban, akkor azok általában ugye az alacsonyabb kategóriák, amit ugye nem választottak ki korábban. Tehát ezt érdemes mindenkinek megfontolni, hogy előfoglalás, kedvezménnyel, és itt azért még nagyon nagy a választék, ugye is élhet ezzel a lehetőséggel, hogy ott még tud bőven válogatni. Bicsér Dirita azt mondta, a buszos utazások költségeiben a tavalyi árakhoz képest legfeljebb 25%-os drágulás tapasztalható, de ez nem jelenti, hogy átlagosan ennyivel drágult volna egy-egy út, mivel ilyen esetekben igyekeznek kedvezőbb árkategóriában lévő szállást biztosítani.